Bölvárosunk, szélsarkú darján, szeregetünk körülölel. Kit itt élünk, a darján partján, tudjuk milyen csodás a hely. A Palósznők a Holnapért Egyesület kórusának műsorával kezdődött az 52. Észak-Magyarországi Fotóművészeti Szemle diátadó ünnepsége. A szemlén a borsodabaúj Zemplén, Heves és Nógrád megyében élő és alkotó, amatőr és profi fotográfusok vehetnek részt monokróm és színes kötetlen kategóriákban. A Salgó-Tarjáni önkormányzat nevében dr. Huszár Máté alpolgármester köszöntötte a három megyét képviselő kiállítókat és a megjelent érdeklődőket. Jelen megmérettetés az ország egyik legrégebbi, folyamatosan működő fotópályázata. Több mint egy fél évszázada, hogy a régió fotóegyesületei megegyeztek abban, hogy évenkénti váltásban vállalják a fotóművészeti szemle megrendezését. Az 1969-ben Miskolcról indult kezdeményezéshez, 1970-ben Heves és Nógrád megye is csatlakozott. Salgó-Tarján jelenleg 18. alkalommal tesz eleget e kötelezettségének. Az észak-magyarországi régióban élő és alkotó amatőr és profi fotográfusok számára meghirdetett pályázatot ismét nagy érdeklődés kísérte. A kiállítóterek falain látható alkotások bizonyítják, hogy a vetélkedés ismét igen eredményes volt. A monokróm és a színes kategóriákban beérkezett több száz munkából kiválasztott képek arról tanúskodnak, hogy készítőik elmélyültek a fotográfia titkaiban, megismerték a szakmai fogásokat, és kibontakoztatták talentumukat, képességeiket. Büszkék vagyunk arra, hogy mind a kiállító alkotók, mind a díjazottak között szerepelnek a Nógrád megyei Fotóklub Egyesület tagjai. A Fotóklub a várossá nyilvánításának centenáriumát ünneplő Salgó-Tarjánban 1964 óta fogja össze településünk és megyénk fotóművészet iránt elkötelezett polgárait. Úgy vélem, hogy országos viszonylatban is kiemelkedő az a szervezett munka, amelyet családias légkörben ez az egyesület folytat. Marc Ribou, francia riportfotós szerint, a fényképezés nem tudja megváltoztatni a világot, de meg tudja mutatni, különösen akkor, amikor az ép változik. A fotóművészeti szemlére, mint szellemi, lelki, erkölcsi gazdagodást nyújtó közösségi élményre Salgó-Tarján polgárainak is nagy szüksége van. Már a városunk kulturális értékrendszerének egyik fontos igazodási pontja, amely a hagyomány, szellem és közösségépítő erejével hat ránk. Nem csak a kiállító művészeknek fontos tehát a fotóművészeti szemle, hanem nekünk, itt élőknek, salgó-tarjániaknak is, hiszen kultúránk gazdagodik, szellemi arculatunk formálódik általa. Így válik ez a kiállítás, ez a javarészt importált művészi matéria történeti ideje múlásával egyre inkább a sajátunká is. Önkormányzatunk nevében köszönöm a kiállító művészeknek, hogy megtiszteltek bennünket nevezésükkel, éltek a lehetőséggel, és elhozták műveiket Salgó-Tarjánba. Ezt követően Horváth Imre, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének elnöke szólt a jelenlévőkhöz, majd a díjak átadása következett. Monokróm, azaz fekete-fehér kategóriában külön díjat kapott Simon Péter Salgó-Tarjánból, Nagy Zoltán Egerből, Nagy Péter Egerből, Kövesligeti István Salgó-Tarjánból és Homoga József Salgó-Tarjánból. Fekete-fehér kategóriában harmadik helyezést ért el Berendi Tibor Salgó-Tarjánból, második helyezett lett Kós László Miskolcról, az első helyen pedig Herpai Imre végzett Egerből, akinek díját távol létében Demeter Pál, a Heves megyei Fotóklub elnöke vette át. A kolor, azaz a színes kategória külön díjazottai, Szerencsi Gábor Egerből, az ő díját szintén Demeter Pál, a Heves megyei Fotóklub elnöke vette át, Preisler Zsolt Salgó-Tarjánból, Kállai László Egerből és Csomor Imre Salgó-Tarjánból.
A színes kategória harmadik helyezette Vásárhelyi Réka helyű keresztúrról, aki sajnos nem tudott részt venni az ünnepségen, így helyette Kós László, a Diósgyőri Fotóklub elnöke vette át a díjat. Második helyezést ért el Herpai Imre Egerből, akinek díját távol létében Demeter Pál, a Heves megyei Fotóklub elnöke vette át. A kategória első helyezette pedig Berendi Tibor lett Salgótarjánból. A fődíjat a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének plakettjét Szarka János miskolci fotográfus nyerte. Az ünnepség zárásaként Homoga József, az idei főszervező, Nógrád Vegyei Fotóklub Egyesület elnöke köszönetet mondott minden támogatónak, és gratulációját fejezte ki a díjazottaknak.